Miután jobban belástam magamat Erkel hősnőibe, szembesültem egy érdekes problémával, ami az egész pályafutásomat végigkíséri, nevezetesen az a nagy kérdés, hogy kinek milyen szerep való, és hogy ezt hogy döntsük el. Mennyire alapozhatunk az előadói hagyományunkra, és mennyire kell visszamennünk az eredendően előadott darabhoz, az origóhoz. Mi a fontosabb, az előadói hagyomány, vagy az utolsó kézjegy mítosza, vagy az első előadó személye? Azért is érintette személyesen, mert nagyon sokszor szembesültem a pályám során azzal, amikor elénekeltem egy szerepet, és azt mondják, hogy hát, nem pontosan így szokták ezt énekelni. Nem pontosan ilyen hangfajú énekesek szokták ezt énekelni. Én pedig általában fel vagyok háborodva, mert hát ez illik rám, mint egy kesztyű át, hogy gondolják. És nagyon érdekes ezt a dolgot ketté választani, hogyha van egy darab, amit mondjuk a Belcanto korszakba írtak, és ide bele, és legyen ez népszerű darab, tehát arról van szó, nem egy különlegességről, hanem egy alapműről legyen szó. Általában Verdi bizonyos korszakban íródott műveire gondolok, például az első nagy siker a Nabucco, vagy akár a Macbeth első változata, és nyugodtan ide vehetjük Erkel első pályájának első szakaszában írott műveit, mint amilyen a Báthori Mária, de leginkább a Hunyadi, és még a Bánkbán is. Miért változott az a dolog, hogy milyen típusú énekesnők éneklik ezt? Azt gondolom, hogy minden korszaknak megvan egy ideája, egy hangzás ideája, ebben a hangszint, a technikai képességeket, a képzést és az étoszt, a kisugárzást értem. Hogyha van egy korszak, amire bizonyos énekesnők a jellemzők, bizonyos primadonna típus szeretnek, mint például amilyen Giuditta Pasta volt, vagy később Anna Lagrange, vagy a híres Maria Malibran, vagy Adelina Patti később, akkor azt mondom, hogy amilyen szerepeket ezeket énekesnők bemutattak, és valaki később nekik akart adresszálni egy szerepet, akkor valószínűleg a képességek hasonlóak kellettek, hogy legyenek a alapszerephez, és a később nekik adresszált szerephez is. Tehát itt egy kapcsolat van. Azt tudjuk, hogy ezt nem mindig sikerült pontosan belőni, és nem véletlen, hogy fennmaradt, hogy Giuseppina Strepponi, Verdi későbbi második felesége pont a Nabucco kapcsán veszített el a hangját, vagy tört meg a hangja a karrierje, mert olyan nehéznek bizonyult, és ő sokkal könnyedebb szerepeket írt, és akkor bizony a Nabucco, az In medias res egy sokkal drámaibb előadásmódot kívánt meg az énekestől, mint amiket ő addig énekelt. Nyilván itt az érzelmi szempontok is szerepet játszottak, de érdemes megfigyelni, hogy a Belcanto énekesnőkről hogy áttevődött például a Nabucco szerepköre az echte drámai szopránra, mint például amilyen Gena Dimitrova volt, vagy akár pályája bizonyos szakaszában Birgit Nilsson, akik abszolút hatalmas nagy drámai szerepeket énekeltek a német deklamált repertoárban, ami ugye nagyon a deklamált repertoár, nagyon ellene megy a Belcantónak. Hogy zajlott le ez a folyamat Magyarországon? Nagyon érdemes megfigyelni, hogy a háború utáni évek, ahol nekünk már auditív élményünk van, ahonnan már maradtak ránk hangfelvételek, pont egy Osváth Júliáról, vagy akár mindenféleképpen nagy drámai énekesekről, a Gertrudis alakítóiról, Törölmetszet, igazi hochdramatis szopránok énekelték, vagy igazi hatalmas volumenű mezzók énekelték ezt a szerepet. És amikor olvastam, hogy Erkel első változatában, amikor a Bánkbán kigondolta, sokkal korábban volt ez, mint amikor valóban megírta 1861-ben, akkor még Schaudelné karakterére gondolt a Gertrudis szólamában. Tehát az előkép, az első vázlat egy drámai koloratúr primadonnát célzott meg. És nem véletlen, hiszen a Hollósi Kornélia volt a Melinda. Tehát ugyanazt a kettősséget próbált a hangkarakterben létrehozni a Bánkbánban, mint amit már a Hunyadiban sikerre vitt. És gondoljunk bele, igaz, hogy akkor már nem is élt Schaudelné, de hát Schaudelné echte szoprán szerepkörben mozgott, és pályája középszakaszában is énekelt például Lindari Chaminét, vagy akár Norinát.
Tehát most elképzelhetetlen lenne, hogy egy Norina típusú hang énekeljen Gertrudist. Még hogyha ez már ugye a bemutatóig áttransformálódott, de az igazi végső pecsétet arra, hogy ez egy hautramatis szoprán, vagy egy mezzoszoprán, azt a nádardiék változata, ami lenyesegette, egyértelművé tette, hogy itt egy mélyebb fekvésű hangról van szó. De ez egy újkori átalakítás, és nem a szerzői szándék. Tehát nagyon fontos megvizsgálni, hogy kik énekelték ezeket a szerepeket a bemutató idején, vagy akár később Erkel vezényletével, és mi volt az akkori szerepkörük. Kezemben tartom az egyik alapművet, Taján Tibornak, a ma élő zenetörténészek doányének, Sodelny Klein Rozáliáról írott monográfiáját. Ez nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy olyan mű, ami életrajzi naptár szerint veszi végig Sodelny életét, hanem pontosan erre van kihegyezve, erre az, hogy mi történt akkor az európai zeneéletben, mi történt a magyar operajátszásban, egyáltalán hogy jött létre a magyar nyelvű operajátszás, kik voltak a főfigurák, és bizony ezek a főszereplő nők az én hősnőim is, hiszen sorba állíthatjuk Dérényi Szépataki Rózát, aki a kezdetet jelenti, a hőskort, utána jött Sodelny, utána jött Hollósi Kornélia, és a becsatlakozott külföldről Anna Lagrange, és aztán az olasz származású Anna Karina, és ez egy teljes vonulatot ír le, pontosan azt a vonulatot reprezentálja, amit én majd szeretnék bemutatni a lemezemen is. De miért mondom azt, hogy sokáig mostoha gyereke volt a kutatásnak Erkel? A sok változat közül nagyon nehéz volt tisztázni, hogy mi az eredeti szándék. Rengeteg partitúra, vezérkönyv maradt fönt, és ezt a munkát, hogy ezt az egyértelmisítő munkát valaki elvégezze, Kim Katalin, vagy a szakdolgozatán még Szacsvainé Kim Katalin néven szereplő hölgy végezte el, aki Dolinszky Miklóssal karöltve és a munkáját kiegészítve Sonfai László és Legány Dénes kutatásaival abszolút a legmagasabb szintre pozícionálta azt a tudományos kutató munkát, hogy ezt az életművet feldolgozzák. Mert hogyha én most azt akarom mondani egy fiatalabb kolléganőnek, hogy Erkelt szeretnél énekelni, hát menjél be a zenei könyvtárba, emeld le a kottákat, a zongorakivonatokat, mindegyik variációt magadévá tudod tenni, gyakorold és döntsd el, hogy neked melyik a legjobb, akkor ezt nem tudja megtenni. Egy-egy ária album van még a, azt hiszem 70-es években a Zenemúl kiadott egy pár áriát, Erkel áriát tartalmazó kötetett női hangra, de igazából átfogó, áttekinthető mű most zajlik. Most zajlik ennek a kutatása és a gyakorlatba átültetése. Tehát egy nagyon szerencsés korszakban vagyok, mert számomra már elérhető, és a gondozott kiadásokból nem kell kéziratos kottákból kisilabizálni az ária albumomnak a kotta példányát, hanem éppen most real-time-ban, jelen időben zajlik ez a kutatás, és ezt nagyon köszönöm személyesen is Kim Katalinnak, aki rengeteg tanáccsal ellát engem, és akivel meg is vitatjuk, hogy melyik szöreg variáns, melyik dallami variáns a legelőnyösebb nekem, és még autentikusnak is tekinthető. Mert ezt is el szeretném mondani, hogy akkor se volt ritka, hogy bizonyos énekesnők magukra alakították a szerepet, és az se volt ritka, hogy külföldi ajkó énekesnő énekeltem magyarul az adott szerepet, képzelhetjük, hogy ott is még születtek, és a legérdekesebb az, hogy az originál partitúrában szereplő magyar szöveg nagyon sokszor ellene megy a dallamnak, ellene megy a kellemes ritmusnak, és nem értettem, hogy mi ez, hiszen Erkel magyar anyanyelvű volt. De ő úgy komponált, hogy leírta az énekszólamot úgy nagyjából, és később rakta rá a szöveget. Tehát nem igaz az, hogy a szövegből kiindulva komponált, hanem nagyon sokszor tartalmilag fogalmazott meg valamit zenéből, és aztán írta rá a szöveget, tehát azért adódtak ügyetlenségek, amit aztán nádasdiék kigyomláltak, és szerethető és élvezhető, érthető magyarságban.